A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött, majd 2018 márciusában a kivitelezési munkálatok is kezdetét vehették. A tornacsarnok és új tantermek mellett kiszolgáló helységekkel is bővült az iskola, mindez akadálymentesítve egy lifttel. Az iskola mellett egy 20 férőhelyes parkolót is kialakítottak. Ez a tornaterem kormánytámogatásból épült, mintegy 400 millió forintból. A görögkatolikus egyházközség itt Újfejeton úttörője a felújításoknak. Óvodájuk van, bölcsődéjük, és most az iskolához tartozó tornaterem újul meg. A választókerületünkben közel 5,5 milliárd forint értékű fejlesztések történtek meg. Ez mind iskola felújítás, illetve új iskola építés, bővítés. Nyírbátorban a rómaiak építkeztek, Geszteréden ugyancsak a rómaiak. Itt 200 millió forint értékben a reformátusok vásároltak az önkormányzattól iskolát, és itt vagyunk a görögkatolikusoknál Újfejeton, ahol egy megújult, szép tornaterem együttesben élvezhetjük majd a mozgás szabadságát az ünnepség után. Soltész Miklós államtitkár elmondta, az átadás egyik nagyon fontos üzenete az, hogy egyházaink a sportot, a mozgást, az élet és a nevelés nagyon fontos részének tartják, hiszen közösséget teremt, és az egészség megőrzésében is lényeges szerepet tölt be. A magyar kormány nagyon sok olyan támogatást indított el a mindennapos testnevelés kapcsán, ami érinti az állami önkormányzati iskolákat, de hála Istennek az egyházi iskolákat is. Így tudott megvalósulni ez a tornaterem is 400 millió forintos támogatással, ami szerintem fantasztikus, és mindenképp nem csak az ide járó görögkatolikus nevelés és iskolába járó gyerekeknek a közösségét erősíti, hanem egész közösségét, akik itt laknak, szülők itt, nagyszülők itt egyaránt. A kormány az elmúlt hétvégén jelentette be az új családpolitikai reformokat, amelyeknek továbbra is fontos része az iskolák, óvodák, bölcsődék fejlesztése, hiszen úgy vélik, a fiatalokba való befektetés egyenlő a jövőnkbe való befektetéssel, hangzott el az ünnepélyes átadón.